Sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan mutathatnám be az életet, amelyet élek, vagy amelyben élek, valójában aki én vagyok. Álsz egy szobában, és egy tárgyat tartasz a kezedben. Nézed, összpontosítasz, gondolkodsz. Próbálod előhívni mindazt az információt és tudást, amit addig megtanultál, vagy amivel találkoztál. Vajon mikor lehet ez? Egyáltalán mi ez? És igazi, vagy hamis? Mennyit ér? Meg akarom venni? És ha igen, mennyiért szeretném megvenni? Meg akarom szerezni? Mi a cél? Mindez nagyon gyorsan cikázik az ember gondolataiban, és bármit válaszol, annak szakmainak és hitelesnek kell lennie. Annak kell lennie, hiszen ma még ebből a kis tárgyal keresnek meg, de lehet, hogy holnap, tíz vagy húsz év múlva, egy fontosabb jelentős művel. Vajon mi lehet ez? De leginkább mikori lehet ez? Szeretem a barátaimat megkérdezni, nevezzük ezt tesznek, ezt, hogy mit gondolnak egy-egy tágyról, amely körülvesz engem. És érdeklődve hallgatom okfejtéseiket, vagy az, hogy egyáltalán mit gondolnak, vagy mihez kapcsolják a látványt ezzel kapcsolatban is megkérdeztem jó, jó pár barátomat. És mindenki azt mondta egyöntetően, hogy ez bizony a 20. század végéről származik, de leginkább a 70-es 80-as éveket állapították meg, tippelték. De szerintem csak azért mondták, mert tudják, hogy régi tárgyak vesznek engem körül. Szóval nem. Ez a tárgy egy nagyon sikeres, egy fantasztikus bemutatkozásnak az emléke. És a dátum 1910. Igen, ez egy 110 éves műtárgy. A dátum 1910. A tervezője Nikelszki Géza, iparművész, és a kivitelezője a Pécsi Zsolnai gyár. Az a gyár, amely virághírület lett egyfajta technikával, melyet felfedezünk ezen a tárgyon, hogyha jobban megnézzük, akkor látunk egyfajta fémes csillogást rajta, egy zöldes-kékes szint. Ez az a technika, amelyet Zsolnai Vilmos a 19. század végén kikísérletezett elég hosszasan és világszírt szerzett magának és Magyarországnak az 1900 évi Párizsi világkiállításon. És elmondhatom, hogy ez az a technika, amellyel készült tengernyi szecessziós műtárgy, a mai nappal is rengeteg nemzetközi múzeum gyűjteményében megtalálható, tehát bárki elsétál a tengerentúra, biztos lehet benne, hogy a 20. századi szekcióban a szecessziónál zsolnai műtárgyat ott fog találni a Tiffany és a Galli vázák szomszédságában. Na de mikor is készült ez a tárgy, és hova is készült? 1911-ben a torinói világkiállításon a magyar pavilon döbbenetes volt. Talán a legemlékezetesebb pavilonként vonult be a világkiállítások történetében. Minden egyes díszítmény a magyar ősi mondavilágot idézte. És ebből a tárgyból, ahogy beléptünk a bejáraton, több száz ezernyi plakett volt törbe és körbe. Ennek a tárgynak rendkívül az eszmei értéke, hiszen láthatjuk, hogy Magyarország történetének egy kulturális szelete. Műkereskedő vagyok, művészeti szakértő. Az Ernst Galéria társtulajdonosa. Klasszikus művészettel foglalkozom, a 20. század első felének művészetével, tehát nem kortárs művészettel. Nem kortárs művészettel, amit mindig gondolnak rólam. Néha mosolyogok is ezen, amikor látom a csodálkozó pillantásokat, hiszen mennyire egyszerűbb egy nőt, egy fiatal nőt, egyfajta kortás, izgalmas világban elképzelni. De én a 20. századért jöttem. Azért a századért, amelyben a magyar művészet meg annyi törést elszenvedett. Azért a századért, amelyben rengeteg rejtély, misztikum, titok és felfedezés van. És ez a célom, ezeket a felfedezéseket megosztani, megismertetni mindenkivel. Hiszen ha nem tudjuk, hogy kik voltunk, ha nem értékeljük, hogy kik voltunk, mert ismereteink hiányosak, akkor hogyan válhatunk valakik ki a jövőben? Ez egy eszenciális kérdés számomra. Az én munkám nem egy 8 órás munka, sőt, ez nem is egy munka, ez egy életre szóló hivatás. Nincsen este, nincsen hétvége, de talán éjjel 12-kor a könyvtár az igen, az van, és minden más. A tudás mellett, amely fontos, és amelyet mindig olyan, alapvetőnek gondolnak velem kapcsolatban, emellett rengeteg másra szükség van. Rengeteg dologra, szorgalomra, alázatra, fegyelemre, tiszteletre, tiszteletre az emberekkel, tiszteletre a tárgyakkal, amelyek körbevesznek téged. Ezen kívül empátiára, jó kommunikációs készségre, diszkrécióra. Ez nagyon fontos, miről beszélhetünk és miről nem. És a döntésre. A döntés nagyon fontos, és egy vízió. Dönteni, tudni kell. És nem csak a szobában, ahol állok és nézek egy tárgyat, talán ott perceim vannak, hogy hitelesen mondjak valamit, de néha egy aukción ülök, és el kell döntenem egy fontos műtárgyról, hogy mi történik vele. Egy aukción sohasem úgy történnek a dolgok, ahogyan előtte kigondoljuk, elképzeljük, kiszámoljuk. Mindig más fog történni. Másodpercek alatt peregnek a licitek, akár elképesztő magasságokba, és neked tudni kell dönteni egy fontos műtárgyról. És ehhez mi kell? Nem a tudás, hiszen akkor mindenki tudna dönteni, ugye, ha csak tudása volna. Ehhez kell egy akarat, egy erő és egy hit. Ehhez kell egy szív és egy lélek. És ez visz téged tovább. Én gyűjteményeket építek és gondozok. Ehhez egy közös gondolkodás szükséges, egy azonos világnézet és egy értékrend. Sok kivételes emberrel találkozom, illetve találkoztam az életem folyamán, akiktől nagyon sokat tanultam is, de el kell, hogy mondjam, a barátaim nagy része nem az ügyfelem, de minden ügyfelem, a barátom. A legszebb elismerés, melyet valaha kaptam egy ügyfelemtől, így szólt. A te szenvedélyed és elhivatottságod nélkül ez a kép most nem lenne a miénk, és nekem nem volna egy nagyszerű gyűjteményem. Ez a festmény a nagyszerű, csodafestő Tihanyi Lajos, Pont Szent Michel című képe, Párizsban készült 1908-ban. Ez a rendkívüli fó festmény, amely rekordáron kelt el egy magyar árverésen, és amely újra definiálta a művészeti kánont és paradigmaváltást eredményezett. Ez egy sztár, és ehhez mi kellett? Egy döntés. És mivel vesszük körbe magunkat? Nem csak a műkereskedők, nem csak a gyűjtők, nem csak te és te és te mindannyian. Ez egy üzenet, amivel körbe vesszük magunkat, amely látható a térben, ahol élünk, ahol dolgozunk. És ez nem annak az üzenete, hogy hogyan lássanak minket, hanem annak az üzenete, hogy mi hogyan látjuk a világot. Sokat mond rólunk, a legtöbbet. Nem csak arról, hogyan gondolkodunk, hanem mi a jellemünk, kik vagyunk mi. Igen, a műtárgyak megszépítik az életünket, igen, és befektetések, igen. És a jövő generációinak szólnak, igen, de ennél többek. Rólad egy világnézet. Egy kép. Tehát fontos, hogy mivel veszed körbe magadat. A XXI. században megkérdejeleződik minden érték, minden. Minden csatornán, médiumon, lehetséges módon azt az információt kapjuk, hogy minden kidobható, lecserélhető, pótolható. Én ezt nem hiszem. Szerintem, nem dobhatók ki sem tárgyak, sem műtárgyak, sem emberek, sem kapcsolatok. És a művészet sem dobható ki. A művészet egy állandó, és nem kérdőjelezhető meg. A művészet ismerete sohasem lesz teljes, végtelen. Mindig elkísér, mindig valami újat fog mutatni, mindig kíváncsivá tesz. Az életed folyamán ott lesz veled és számomra a szabadság, a tudata, a végtelen ismeret lehetőségének. Itt állsz, és nézel egy tárgyat. És azon gondolkodsz, hogy vajon mi lehet ez. A funkciót látod, hiszen egyértelmű, ez egy tál. Azt is látod, hogy ez egy ezüsttál, főleg, hogyha megtalálod benne az ezüst jelet, amely jelezve van. Megállapítod, hogy az ornamentikája alapján ez egy valószínűleg a 30-as, 40-es években készült árdeko tál. És aztán észreveszed, hogy bele van vésve valami, és itt jön a kíváncsiság, Elolvasod. Erdő, mező. Merre nézek? Egy nehéz, bus, előérzet. Kicsit borús, igaz? Hátborzongatóan. Miért van egy ilyen vers részlet itt? És aztán megnézed a tálat, még egy kicsit jobban, és még valamit felfedezel rajta. A szignó mellett a dátumot. És a dátum 1945. február. És ez lehet? Lehet 1945. februárban egy gyönyörű ezüstálat készíteni? Nem, ez nem lehet. Hiszen nem volt semmi 1945. februárjában. Nem volt ötvös, nem volt műhely, nem volt ezüst, nem volt megrendelő, nem volt város, és mi volt? Bombázás, éhínség, nyomorúság, halál, és egy elvesztett háború. És mégis itt állsz, és nézed ezt a tárgyat. És ő itt van. A tárgyak nem hazudnak. A művészet mindig reményt ad a legreménytelebb pillanatokban. És számomra a művészet te vagy. Te, te és te.